Tavaly a koronavírus járvány miatt elmaradt, és idén is csak az utolsó pillanatban született döntés a Gemenc nagydíj kerékpáros verseny megrendezéséről. A jelentős hagyományokkal bíró, nemzetközileg is rangsorolt viadalra, így a hazai élmezőny tagjai jöttek el inkább, mint a külföldiek. Ennek ellenére néhány magasan jegyzett határon túli egyesület tagjai is nyeregbe szálltak. A rendezés felelősségét ebben az esztendőben a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Vállalta fel. Szőke Gergő igazgató azt mondta, a város számára is fontos, hogy egy ilyen tradíciókkal bíró verseny ne szűnjön meg. Úgy gondoltuk, hogy valakinek ezt föl kell karolni, ezt a rendezvényt, hogyha már 46 alkalommal megrendezték, akkor legalább az 50. jubileumi nagydíjig jussunk el. Picibe gondolkoztunk idén, hiszen a Covid után hirtelen kellett gyorsan megrendezni a Gemenc nagydíjat. A pénteki nyitószakaszt követően szombaton a 108 kilométeres sárközkörön mérték össze tudásukat, majd a szokásos háztömb körüli versenyre került sor a sportcsarnok körül. A verseny igazgatója Steig Gábor azt mondta, a lehetőségekhez képest magas színvonalú nagydíjat sikerült megszervezni. A elvárt 80 induló helyet az idén 51 néhányan jöttek csak el, tehát mindenképpen más az időpont, más az útvonal, és sajnos a részvételi szám is más, viszont azt mindenképp sikernek gondolom, hogy megtartottuk a versenyt, lebonyolódott. A 47. Gemenci nagydíjat az osztrák Pajek Luka nyerte meg, a legjobb magyar Szatmári András a harmadik helyen végzett.